Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket a házigazda Szent Adalbert Központ és a szervező Laskai Josvát Antikvárium nevében. Immár 6. alkalommal, de nem utoljára. És nagy örömmel köszöntöm mai előadónkat, aki amellett, hogy a Prímási Levéltár munkatársa, művészettörténész, és Esztergom építészetének egy szeletét, a 19. század második felének építészeti emlékeit fogja bemutatni, romantikus építészeti emlékeket, elsősorban a méltatlanul elfeledett Feigler Gusztáv munkásságán keresztül, hogy fogadják szeretettel Istvánffy Miklós urat. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves megjelentek! Nagy öröm ez az alkalom számunkra, hiszen ritkán hallunk esztergomi épületekről. Prokop Mária már a sorozat keretén belül beszélt a vár építészetéről. De ez a történelmi múlthoz tartozik, és a 19. századi építészetről általában kevés szó hangzik el. Kevés szó hangzik el ebben a városban, pedig a klasszicista és romantikus építészet egyik nagy alakja, Hild József, itt számos épülethez vetette névjegyét. És ezért öröm, hogy ezen az estén most kicsit az ő munkásságáról is megemlékezünk, és természetesen majd a fénypontban, a középpontban majd Feigler Gusztáv fog állni. Először is előjáróban elnézést kell kérnem azért, hogy egyesek talán még a régi cím alapján jöttek el, és úgy gondolták, hogy itt most egy nagyon szigorúan építészettörténeti esnek, egy előadásnak lehetünk tanulni. Részben a kutatás vagy a gyűjtőmunka előre haladtával kiderült, hogy sajnos a megcélzott épületek a víziváros és a belváros közti rész épületeihez kevesebb adat található, mint ahogy gondoltuk. Másrészt pedig látva az érdeklődést az előző alkalommal is, és látva az érdeklődőket, úgy tűnt, hogy jobb, hogyha egy kicsit a témát kiszélesítjük, és nem csak Feigler Gusztávnak egy szűk területre lokalizálódó épületeit tekintjük, hanem inkább a vízivárost általában, a vízivárosi épületeit, illetve bevezetőül, hogy mindenki jobban el tudja helyezni ezeket az épületeket. Egy kicsit a romantikus építészetről is váltanánk pár szót az est első részében. Hogy ez a sorozat mennyire szervesen összeillő láncszemekből áll, azt az is mutatja, hogy az előző előadás ugye Gergely Endre tanár úr jóvoltából Palkovicsokról szólt, és a mostani egyik építészünk, Feigler Gusztávnak a keresztapja szintén Palkovics volt, Palkovics Károly orvos. Tehát ez is mutatja, hogy ez a város már a 19. században is egy kis város volt a maga jó értelmében, mint ahogy most is ez. Bevezetésül tehát a romantikáról váltanánk pár szót. Először is erről a stílusról általában, ami egy 19. század közepi olyan korstílus, amely a zenétől az irodalomon keresztül az építészetig megtalálható, és főleg az egyéni ambíciók, az egyéni érzelmek kerültek a középpontban ennek a stílusnak a hatására. Pontosabban a klasszicizmusban kiüresedett formák nyertek új tartalmat, és új érdeklődés került, új érdeklődési területek merültek fel az emberek előtt és a művészek előtt. Így például a múlt kutatása és a régészeti feltárások eredményezték azt, hogy a gótika és egyáltalán a középkor is, és a román kor, a román építészet is felmerült, mint téma, felmerült, mint olyan építészeti múlt, amiből lehet meríteni, és ezeknek az elemeit felhasználni. És aztán távol-keleti utazások és a természet új szemszögbe helyezése is olyan fajta aspektust mutatott,
hogy ezek témává váltak ebben az időszakban, és egyáltalán az érzelmek lettek középpontba helyezve, szemben a klasszicizmussal, ahol korábban még inkább a szenvedélymentesség és az ókori eszmények voltak a középpontban. Ebben a korszakban még élt a polgári hőskultusz, és ez is inkább a személyiséggel kapcsolódott össze, és természetesen, mint hogy Közép-Európában vagyunk, itt nemzeti törekvésekkel egészült mindez ki, tehát kis államok vagy kis nemzetek próbáltak önállósodni, és ennek hatására ez a művészetben is megjelent. Sőt, még a mai estén láthatjuk, és hát tudjuk természetesen pesti példákkal is bizonyítani, hogy az építészetben is közvetlen hatást fejtett ki. Hogyha a festészetet nézzük, de egyáltalán ezeket a nemzeti művészi törekvéseket, akkor természetesen a politikai és történelmi események miatt ez az általános stílusfejlődéshez képest, a romantika megjelenéséhez képest, a század közepéhez képest kicsit késve jelent meg a forradalmi szabadságharc miatt itt Magyarországon, de éppen a mai este ez is mutatja, hogy azt is mutatja majd, hogy a lakóházépítészet, ami polgári ambíciókat és polgári megrendelést igényel, ott hamarabb be tudott szüremkedni, és természetesen csak később vált inkább a nagy építészetben, vagy az intézményes építészetben később jelentek meg ezek a stílusjegyek. Hogyha a festészetről emlékezünk meg, akkor Székely Bertalant vagy Madarász Viktort lehet említeni, vagy éppen Borsos Miklóst. És hát a magyar építészetben pedig Feszl Frigyesnek a Vigadója az, ami kiemelkedő pont így az építészetben ebben a korban, illetve Ibl Miklósnak a Fóti temploma és a plébánia együttese. Tehát ezek a fénypontok, ezek a csúcspontok, amelyek ezt a romantikus stílust így magyar viszonylatban jellemzik. És akkor nézzük meg, hogy esztergomi viszonylatban mik a helyi produktumai ennek a stílusnak. Mielőtt azonban az egyes darabokat néznénk, az egyes épületeket, érdemes egy kicsit áttekinteni, hogy mi is jellemzi ezt a stílust az építészeten belül, hiszen ezek a fogalmak, mint érzelmek, szenvedélyesség, múltba merülés, ezek hát az építészet, mint művészeten belül nehezebben mutatkoznak. Ha megtekintjük ezt a pápán készült képet, ami a pápai zsinagógát mutatja, akkor egy olyan épületet látunk, amely elválik a környezetétől. Ma is nehezen fényképezhető ezért ez a távoli kép róla. És csak azért idéztem fel, mert ebben a korszakban egy olyan tendencia jelenik meg, hogy az épületeket a korábbi klasszicista megmozgatott struktúrához képest inkább letisztultan egy tömbbe, egy kubusban próbálja ábrázolni, vagy megjeleníteni, és ezért ezeket a letisztult épületeket mondják, nevezik kubusos stílusnak is, tehát egy ilyen hasábos kocka alakú épületeket lehet elképzelni, kevés díszítéssel. Ezen természetesen egyszerűen jelennek meg a díszítéseket, sajnos a képen nem látszik, de finom vonalháló díszíti ezt az épületet is, és az ablaknyílások azok visszanyúlnak a történelmi korban, az olasz reneszánsz kapcsolt ablakokat jelenítettem itt az építész Steiner Alfred, és mint látszik, itt egy rózsablak is feltűnik, tehát ez is még a román, illetve a gótika emléke. Ez tehát a kubusos stílus, és egy másik irányzat az, amikor bárszerű angolul castellid módon jelenik meg az épületet, mint egy várként épül meg ez a bizonyos ház, vagy általában épület, olyan épület, amelyiknek esetleg katonai vonatkozása is van, amelynek fő jellegzetessége, hogy fönt az épület tetején az attika, tehát ez a felfalazás, ez lőrésszerű, és olyan, mintha valóban ott esetleg leskelődnének ránk katonák. Ez Komáromban a Tiszti kaszinó épülete. És hát itt is megjelenik már ezek a romantikus kis
romantikára jellemző félkörívek, amelyek aztán egy másik irányzatnak lesznek fő képviselői. Kecskeméten járunk. Ezek az emlékek, amiket mutatok, ezek a képek nem a fő jellegzetesség, vagy nem a fő épületeket mutatják ebből a korból, de a jellegzetes épületeket. És ez például Kecskeméten az evangélikus templom Ibli Miklós alkotása, és megfigyelhető rajta egyrészt kicsit az, amit előbb említettem, ez a hasábokból való építkezés, itt ugyan fél hasábokról van szó. A román korra jellemző díszítő motívum is előfordul, és itt is ezek a félköríves ablakok már feltűnnek, amelyek megtalálhatók, ezek az elemek például Pannonhalmán is, a Nagy Boldogasszony kiskápolnán. Ez egy korábbi épület, amelynek megmaradtak a fülkéi is, ezek mutatják, hogy ez egy átépített épület, ez egy 18. századi épület, és a mi korunkban, tehát az 1860-as évek közepén épült át. Ez a romantikus építészet egyébként Magyarországon és Közép-Európában általában az 1840-es évek, 70-es évek közötti időszakot jelenti. És hát itt is megtalálható ez az ívsoros párkány, és különböző díszítő elemek már megjelennek, kicsit szeszélyesen díszíti ezt a homlokzatot. Kicsit előre ugrunk időben, de egy jellegzetes épületet látunk Tatáról, amelyik már inkább a század végén épült. Itt gótikus elemekkel találkozunk, neogótikus elemekkel, és megfigyelhetjük ezt a jellegzetes ajtónyíláson is, illetve az ablakok szemöldök keretelésén, díszítésén, illetve az ablak körül is, kicsit, mintha egy zárt erkét figyelnénk meg. Viszont ha megnézzük az épületet, akkor ezen tulajdonképpen kétféle stílus vagy megoldás találkozik, mert hiszen itt nyers vakolatot, vagyis hát vakolatot, nyers tégla díszítés is jellemzi ezt az épületet. Ez Hamari Dániel szülőháza a Tatai tó partján. És azért is érdekes, mert ez a két jellegzetesség, a gótikához való visszanyúlás, illetve ez a nyers tégla vakolat is mindkettő egyaránt jellemzi. Székesfehérvár környékén található ez a Károlyi kastély Fehérvár csúrgón, amelyik korban, ebben az időszakban épült, de itt is, mint általában ezek a korszakok, ezek a stílusok nem élesen elválaszthatók, és még maga az épület komplexum az szigorú rendszerint épült, és egy klasszicista épületet látunk szép oszlopsorral, addig a végén megjelentek ilyen kis önálló pavilon részek, amelyek már egy romantikus hatást tükröznek, tehát nem a főépületben koncentrálódik minden, hanem kicsit szétszórtabb az épületnek a struktúrája. Ez a középponti rész is később épült. De ha körbejárjuk az épületet, akkor érdekes romantikus elemeket látunk rajta. Megtalálhatók a klasszicizmusra általában jellemző két emeletet összefogó óriás falpillérek, pilaszterek, és a képszék, a fríz is díszített. Viszont, ha jobban megnézi a helyszínen az ember, akkor ezek öntött vas elemek, tehát nem a kőszobrászati termékekről van szó, és a timpanon sem kőből készült. És az épület másik felén pedig egy csipke terasznak nevezett részen egyenesen, hát csipkének tűnő, de természetesen öntött vas teraszt látunk, illetve egy olyan teraszt, amelynek a tető szerkezete már nem egy ilyen látszat architektúra, nem próbál úgy festeni, vagy nem a kő emlékeket, vagy a kő előzményeket idézi, hanem kimondottan ezt az épület szerkezetet, ezt a vasnak megfelelő és a vas által
engedett könnyűséget láttatja. Ez jellemző lesz természetesen a romantikára, hogy szakítva a klasszicizmussal megjelenik a korban a megfelelő építészeti elem, amit a kor maga hoz, tehát a vasszerkezet például, ami az építészetnek olyan része lesz, olyan kiegészítője, amit nem csak így díszítésekre használnak, hanem önmagáért is, és önmaga szépségéért is. És kihasználják ezt a lehetőséget, hogy lássák és láttassák ennek a vasszerkezetnek a szépségét. Hogyha Esztergomba járunk, illetve Esztergomba körülnézünk, akkor egy olyan előzményt is láthatunk, ami ide kapcsolódik, és ezt a kettősséget mutatja, hogy a klasszicizmus és a romantikus között tényleg nem éles a válaszhatár. Magában a klasszicizmusban is van egy olyan irányzat, ami a gótikus elemeket korai gótizálás címén, vagy forma, korai gótizálásként hívják ezt, tehát korai gótikus módon idézik a gótikus elemeket, de még a klasszicizmuson belül, és természetesen kicsit kötöttebben és a klasszicizmus szellemében merevebben. De a klasszicizmusra jellemző lehet az is, például itt Esztergomban erre látunk példát, hogy egyenesen az egyiptomi művészetben vesznek elemeket. Nem tudom, mennyire ismerik fel, bocsánat, ezt a részt. Ez a sötét kapu bejárata. És fölött egy réisten motívum van, egy pelikán, amely körül itt van egy napisten motívum. Egy kétfejű madár veszi körül, és ezt a korabeli régészeti felfedezések és az ennek hatására megjelenő albumokból meríthette valószínűleg az építész Pák János. De mivel elég élethűen és akár Egyiptomban is láthatnánk egy ilyet, ezért ezt úgy mondhatnánk, hogy ez egy klasszicista motívum itt a bazilika környékén. Viszont ha az altemplomban lemegyünk, és a prímási sírboltba, a köralakú sírboltba, ahol többek között Vincenti József is nyugszik, körülnézünk, akkor találunk olyan oszlopfőket, amelyek már nem ilyen klasszikusan veszik át az egyiptomi motívumokat, hanem vannak ugyan pálmalevelek, de közben már egyéni ötlet szerint illesztenek motívumokat. Itt például egy fáklya van, és beljebb pedig egy lepke pillangó, ami az életnek a változatosságát és a túlvilági életnek a változását jelöli szemben az előtérben mutatott hernyóval. Tehát ilyenfajta előzmények Esztergomban is láthatók. Ez egy kis kitérő, ritkán szokták ezt megemlíteni, de itt Esztergomban azt hiszem érdemes erre felhívni a figyelmet. Hogy aztán itt Esztergomban milyen épületek idézik az eddig említetteket, arra egy rövid felsorolást mutatnék, ami inkább csak egy vázatos áttekintés szeretne lenni. Pár éve megjelent egy könyv, ami a Ibn Miklósnak a Fóti templomáról szól, és ennek apropóján a magyar romantikus építészetről. És abban az időben felkérés volt arra nézve is, hogy Esztergomban is írjuk össze, és szedjük össze, hogy milyen romantikus épületek vannak, hogy mi jellemzi ezt az esztergomi építészetet, de nem volt már kellő idő és kapacitás, hogy ezt megtehesse bárki is. És jelenleg is még csak vázatos áttekintésnek szánom én is ezt a kis képsorozatot, de mégis jellemzi azt, hogy mit találunk a városban ebből a korból, ebből a stílusból. És ahogy egymás előbb is láttunk különböző épületeket, különböző formákat ebből az időszakból, tehát az 1840-es, 70-es évekből, 40 és 70 között, most is azt mondható el, hogy ezek egymást mellett élnek, hiszen ebben a korszakban az jellemző igazából, hogy már nem, tehát van egyfajta stílus, ez a romantika, de ennek különböző fajai, különböző stílus variációk élnek egymás mellett, és ezek megélnek egymás mellett, és egymást akár erősítik is. Mint ahogy például a század végén láttuk, hogy kicsit már kikristályosodva ez a gótizáló tendencia, illetve ez a nyersték a homlokzat egy épületen belül is megjelent.
ezt, ha valaki felismeri, akkor... akkor mindenki örülhet. Ez a Széchenyi téren a takarékpénztár melletti épület. Általában ugye a lábunk elé kell nézni a Széchenyi téren, hogy ne botoljunk meg. De ha kicsit fölnézünk a homlokzatokra, akkor városi szinten tulajdonképpen ennek a város várszerű építészetnek igazából nincs nagyon emlékei Teszteromban. Talán egy ilyen kis emlék, vagy egy ilyen kis utalás formájában tekinthető, vagy tapasztalható csupán meg ennek a stílusnak, vagy ennek az irányzatnak a jelenléte. Erről az épületről van szó, amelyik a Széchenyi tér 23-as számú ház. Mint látható, itt is már felismerhetőek ezek a tendenciák. Bocsánat, talán átmegyek a másik oldal is, akkor jobban tudok mutatni. Tehát a homlokzat a klasszicizmushoz képest egy síkabb megoldást kapott, és amíg a klasszicizmusra általában jellemző az, hogy kiemeli a főbejáratot, és egy előcsarnokot és egy timpanont épít középre, addig a romantikában már inkább az jellemző, hogy az oldalsó részeket hangsúlyozza az építész, és ezt figyelhető meg ezen az épületen és itt a Széchenyi téren. Itt a második képen valamicske látható abból, hogy ez a földszinti ajtónyílás, vagy ajtónyílásnak látszó megoldás, ez a másik oldalon is megtalálható. Tehát szimmetrikus épületről van ugyan szó, de minden esetre nem középre koncentrálódik a figyelem, hanem a két oldalra. És hát van valami díszítő motívum itt fönt is, ezek, ha megnézzük élőben, akkor látszik, hogy korabeli vaslemezek szintén. Nem messze menve, ez a Deák Ferenc utca egyik háza, az Etterház, amelyik szintén a nyers tégla homlokzatáról híres, és különböző színű téglákat használ, és ezzel éri el ezt a festői hatást. És hát itt is megfigyelhető egyrészt, hogy oldalra teszi a főbejáratot. Természetesen ennek lehet egyszerűen fizikai vagy anyagi oka, hogy egy bejáratot meghagynak az eredeti helyén. De a romantikában szívesen alkalmazzák azt a megoldást is, hogy akár egy állkaput, egy vak ajtót helyeznek a túloldalra, annak az érdekében, hogy úgy látszódjék, mint hogyha két kapu lenne, és ezáltal is a két szélső kapu által is nem a középső tengely van hangsúlyozva, hanem az oldalsó tengelyek. Itt is megfigyelhető, hogy az a középen koncentráltság, ami a klasszicizmusban megvan, az szélre kerül, és egy kis falkiugrással ez a bizonyos rizalit, ez a kicsit kiurasztott falsík, ez itt oldalt van. És természetesen díszesebb ez a bejárat. Ez az ívsoros párkány, ez itt jellemző, és kis fiatoronyszerű kis elemek is megtalálhatók. Illetve, amint említettem már a bevezetőben, a nemzeti törekvésekkel egy összhangban, itt ezen az épületen különböző magyar fejek jelennek meg, Marsalkó János neves épületszobrásznak épületdíszítő fejeiről van szó. Ő ebben az időben dolgozott például a Vigadónak a díszítésén is, többek között, több más építész mellett. És Prokop Mária például ebben a fejben, jobbról a második fejben Széchenyi Istvánt véli felfedezni. Aztán a bibliotéka épülete következne. Ez már egy olyan jellegzetes épület, amely Hild József nevéhez köthető. Bár igazából utóbb két építéscsalád leszármazotta is kezdik ezeket az épületeket egy kicsit a saját őseiknek tulajdonítani, nevezetesen Prokop Jánosról és Fejgler Ferencről, bocsánat, Fejgler Jánosról van szó, a korabeli építészekről, akik valószínűleg többé-kevésbé alkalmazottai voltak Hild Józsefnek. És természetesen egy ilyen műhelyben, ahol akár százával dolgozhattak, vagy
több tíz segéd is dolgozhatott, vagy építész is, építész tanonc is dolgozhatott egy nagy mester keze alatt. Nehéz a terveket néha elkülöníteni, mert nagy üzemben jártottak ezek a tervek, és az, hogy valaki valamit aláírt vagy sem, az éppenséggel nem bizonyíték sok mindenre. Viszont ha a stílust megnézzük és az épület letisztultságát, akkor nem sok kétségünk lehet a felől, hogy ez a neves pesti mesternek, a Hild Józsefnek az alkotása. Itt ugyan még a középtengely, a középrész van kiemelve, itt az attika felfalazás is ezt erősíti, de már oldalt jelennek meg a bejáratok, ez ugye egy áll kapu. Hogyha arra sétálunk, akkor látszik, hogy itt az alsó részt kicsit erőskedek, meg is bontogatták. És itt ugyan, itt festve van ez a kapu tulajdonképpen, és megjelenik az épületen egy jellegzetesség még a romantika építészetéről, ez pedig az álló konzol, az álló gyámkő, amit szívesen használnak így a fő párkány támasztására itt a középső részen, ezen a kiúrasztott fal szakaszon, ezen a rizaliton jelenik meg ez a bizonyos álló konzol legszembetűnőbben. Most, hogy az utcában elkezdték a fákat nyesegetni, most szemből is jól látszanak ezek az elemek. Nekem még nem volt ilyen szerencsém két hete, mikor fényképeztem. És természetesen ezek a díszek megjelennek a szolidabban is, az oldalhomlokzaton is. A klasszicizmus félköríves ablakai még megmaradtak, de azért már érzékelhető, hogy van bizonyos hangsúlyeltolódás is, és már távolodunk a klasszicizmustól, pontosabban a romantika elemei is megjelennek. És itt már időben, most kezdünk kronológiailag haladni, ez 1853, amikor az épület elkészült. 53-54 körül, szintén a De Ferenc utca elején találjuk ezt az épületet, ami 1853-54 közül készült el. A képen sajnos nem látszik, mert hosszú az épület maga ahhoz, hogy befogja egy kamera, de az egyik oldal bejárattal szemben megvan a másik is, és még mindig a középső tengely van kiemelve, itt a rizalit középen található, de egy ilyen magas felfalazással kicsit aránytalan eltolódást is tapasztalhatunk, ami már megint egy ilyen kicsit hát vagy ügyetlenebb, vagy pedig inkább szeszélyesebb megoldás. És még kőből készül itt ez a címer is, de már az első emeleten megjelennek szintén magyaros motívumok, amit Prokop Mária könyvében is szépen leír, hogy ezek a női fejek, női arcok, vagy női fejek, ezek pártázatos viseletűek, és így ezáltal egy kis magyar vonást is kap ez az épület, ami reál tanulóként épült. Még egyszer 1853-54 közül. Itt szintén felmerül, fellángul a vita arról, hogy ez most Prokop János, vagy pedig Fejgler János munkája. Ezeknek az eldöntéséhez elég szívós levétári munkára van szükség egyrészt, másrészt pedig valamit a stílus is elárul magáról. Mondjuk ez pont az az épület, ahol nem annyira jellemző egyik építészre sem. Tehát az építészekre jellemző elemek nem találhatók, tehát nehéz lenne csak a homlokzat és stílus kritika, stílusban megjelenő elemek alapján eldönteni, hogy kihez sorolható. Ezeket a kutatásokat kellene összegezni igazából, hogy talán kicsit dűlőre jussunk, de én most jelen pillanatban erről nem szeretnék többet mondani, hogy ez kihez tartozhatna. Nehéz eldönteni így, és nem is szabad előre nyilatkozni. Ismét a Széchenyi téren vagyunk, illetve hát az átjáróháznak is nevezett helyi takarékpénztár épület komplexuma, az ugye kiterjed egészen a Kossuth-Lajos utcáig. Sőt, az előző épületek is kiterjednek, tehát a várszerű épületnek a hátsó homlokzata, vagy ha úgy tetszik, a másik homlokzata, ez megtalálható ugyancsak a Kossuth-Lajos utcán. Tehát a Széchenyi téri takarékpénztár épület látható a képen. Még ugyancsak elég szabályos a
nyíláskiosztás, bár kicsit talán sűrű, mint a klasszicizmusban, de megjelennek az ablakok körül ezek a finom díszes elemek, amelyek elég szeszélyesek, itt álló konzolokkal is találkozunk ugyancsak. És mint látszik itt a képen, ez a még ugyancsak, mint szintén középen kiemelt rész, ez a rizalit, ez éppen, hogy csak ki van léptetve, ki van ugrasztva az alap, a fősík elé. És egy hatalmas nagy attika koronázza az épületet, illetve maga az erkély is három tengelyes, három ablak elé húzódik, hiszen olyan széles maga az épület, hogy egy tengelyes erkéllyel egy szolidabb hatást értek volna. Mint látszik, azért egy kicsit előtt ez a kő díszítés és kőelem a többi fal résztől, a fal díszítéstől. És mivel tudjuk, hogy az épülethez Feiger Gusztáv rajzolt terveket, de talán nagyobb százalékban Feiger János volt Hild segédje, aki építette ezt az épületet, ezért talán ezeknek az elemeknek lehet az ő nevé, ezeket az elemeket lehetne talán Hild mellett Prokop Jánoshoz kötni. És akkor eljutunk a szeminárium épületéhez, ahol az Ószeminárium vagy Nagy Szeminárium épületéhez, ahol most tartózkodunk, amelyet széles homlokzat miatt ugyancsak nem könnyű befogni egy kamerával. És itt is váltakoznak ezek az elemek pontosabban, illetve itt kettős megjelenésnek lehetünk tanulni, ugyanis Hild József ezzel az épületével egy olyan tettet vitt végbe, amelyre magyar viszonylatban is ritkán van példa. Azt tudjuk ugye, hogy a kanonok sor már korábban felépült itt az épület mellett, és ennek folytatásaként a szeminárium kellett, hogy egy égküve legyen ennek a sorozatnak. Viszont közben az idő eltelt, az évtizedek elteltek, és elég különösen hatott volna, hogyha egy teljesen más stílusú, egy romantikus, egy merőben csak romantikus épület állt volna itt. Úgyhogy Hild azt a megoldást választotta, hogy egy kétarcú épületet tervezett. Egy januszarcú épületnek is nevezik ezt az épületet. A két homlokzat, a Dunára néző és a Bazilikára néző, az bár struktúrájában azonosak az ablak ívek és megoldások, viszont a többi tagoló elem az a kétfajta stílusnak megfelelően elkülönül, és a Bazilika felé szinte egy klasszicista homlokzatot látunk, még a Duna felé egy romantikusat. Hogy mitől klasszicista ez a homlokzat? Hát itt is megtalálhatók ezek a féloszlopok, amelyek emeleteket kötnek össze, monumentálisan, függőleges irányba terelve a figyelmet. Viszont már gyakorlatilag, bár kiúrasztottabb szintén ez a középső rész, a két szélső rizalit, ami szélesebb is, mint a középső, ezek kapnak nagyobb hangsúlyt, hiszen még ráadásul itt egy erkély is kiemeli ezeket az oldalsó rizalitokat. És ráadásul a kő díszítő elemek, azok már olyan díszítést kapnak, ami már egyénibb, mint a klasszicista nyers, vagy a múltból vett díszítés, és ez is már romantikus elem. Hogyha pedig megkerüljük az épületet, akkor ez az ismert kép tárul elénk. Ami, hogyha valakinek megmutatjuk, aki nem járt Esztergomba, akkor nem is hiszi el talán, hogy ugyanarról az épületről van szó. Ugyan a középső rész itt jobban kiugrasztott, itt jobban kilép a síkból, és mégis egy félkör elemeivel, hát hogy mondjam, díszlő épületet látunk, amely messziről a Duna felől egy nagyon szép látványt nyújt. És ez is, mint a korábban említett ilyen félköríves épületek, az úgynevezett délnémet Rundbogen stíl helyi képviselővé teszik ezt az épületet. És hát itt, ugye, mint tudjuk, korábban, illetve eredetileg a kápolna volt az épület fő
helysége, és aztán most az átalakítás után, a rekonstrukció után lett csak könyvtár. A Dunai homlokzaton még megtalálhatjuk a részleteiben is ezeket a szeszélyesebb elemeket, amik talán egy kicsit a románkori díszítéseket idézik, illetve hát, hogyha az ismert belső képet mutatjuk, akkor az épület udvarán belül már egyenesen nyíltan lépnek elénk ezek a romantikus elemek, főleg itt a torony túloldalán, ami torony szintén a román korra utal a nyolcszögű megoldással. Sok románkori templomnak, tehát középkori templomnak vannak ilyen nyolcszögű szentély négyezeti tornyai. És aztán ez a stílus kicsit tovább él Esztergomban is. Pontosan nem tudom, hogy mikor készült a lövészegyeznek az az épülete. Maga az egylet 1865-ben alakult a tudomásom szerint, tehát az épület sem lehet sokkal későbbi. Tehát ha az első években készült, akkor még belefér a romantika időszakába. De a stílus jegyei alapján mindenképpen romantikusnak mondható. Sajnos az épület állaga már nagyon megromlott. Úgyhogy amíg lehet, addig fényképeztem, és addig nézzük meg, amíg még áll. Itt is előfordulnak ezek az elemek, tehát kicsit utal talán a konzolokra, az állókonzolokra ez a középrész megoldás. És megjelenik a másik olyan elem, ami a vas mellett itt gyakorta előfordul. Ez pedig az égetett kerámia terrakotta, ami sokszor a nyerstégla homlokzat díszítő eleme, mint ahogy a DeFerenc utcában is lát. Illetve ott nem, de majd egy későbbi emléknél majd előkerül. Ez már szintén egy későbbi épület. Ebben a romantikus stílusban, ahol türelmi rendelet hatására megjelenhettek, építkezhettek a 40-es évektől a zsidó hitközségek is, megjelentek sajátos építészeti elemként, vagy színfoltként a városokban ezek a zsinagógák. Az első képünk is ugye egy zsinagógát mutatott a pápáról, itt pedig ugye az itt látható esztergomi épületet látjuk, amelynek volt egy előzménye még az 50-es években, azt viszont sajnos a Szent Tamás hegyről lezúdoló víz tette tönkre, és 1888-ra kellett felépíteni Baumhorn Lipótnak ezt az épületet. Ennek a kivitelezésében szintén részt vett Fegler Gusztáv, akiről majd nem sokára szó lesz. Megoldásában szép és sajátos, hogy különböző színű falsíkokat alkalmaz, és ezáltal válik még színesebbé ez az épület. De időszakában ez már tulajdonképpen a következő korszak, tehát tulajdonképpen a historizmus időszaka. És hát ugyanebben a korszakban tehetjük ezt a két kápolnát is a belvárosi temető fölött, a Kálvária kápolnát és a Jópásztor kápolnát. A Kálvária kápolnának ugye románkori, vagy román korból vett díszítő elemei vannak, ezek az íves megoldások, és itt is megtalálható ez a párkány díszítés. Míg a Jópásztor kápolnán szinte egy kis katalógusát látjuk a gótikus díszítésnek, az üvegablakkal, a törpe galériával, Vimpergával, béletes kapuval. Úgyhogy itt kitett magáért a tervező, és szépen felépítették ezt az épületet, sajnos ez is pusztul. És egy egész távoli emléket mutatnék, ami inkább csak távolról idézi azt az ekkorban jellegzetes építészeti irányt, vagyis nem is irányt, hanem feladatot, a kastélyépítészetet, amely a romantikában szökik szárba, itt Magyarországon különösen, mert budai villák még, és hát kastélyok is vidéken épülnek klasszicista stílusban, de az építészeti fantáziának szabadabb teret ad természetesen a romantika, és hát ez az Aranyhegyen egy későbbi változata a gótikus emlékeknek, kétfajta toronnyal, kis szeszélyes megoldással, illetve itt is megjelenik ez az ívsoros megoldás.
És akkor pár szót magukról, a Feiglerekről. Ha jól látom, kikészítették a szervezők az E családról szóló helyi könyvet, amelyet Szalai Béla és Szalai Katalin írtak, illetve Szalai Katalin gyűjtötte az anyagot hozzá, és Szalai Béla írta meg, amely egy hihetetlen adattára ennek a családnak, amely Esztergom életében sok ponton megjelent, hiszen voltak énekesek, voltak különböző egyletek tagjai közöttük, és egy építész családról is van szó, aki három építészre kapcsolódott ehhez a városhoz. Pozsonyból kerültek Esztergomba, és itt Feigler Ferenc, neki a fia Feigler János, és a harmadik generáció pedig Feigler Gusztáv lesz, aki itt építészként működött. Gondolom majd az előadás után kézbe lehet venni a könyvet és kicsit belelapozni, hogy kik is ők tulajdonképpen. Feigler Ferenc volt az Esztergomba települt legidősebb építész a generáció, vagyis hát a családból, és az ő nevéhez köthető, illetve ő tervezte pontosan a Rimási Palottával átellenben azt a vízivárosi iskolát, ami egy magában álló épület, és a bejárata fölött egy márványtábla is megörökíti az építést. És a fia, Feigler János pedig szintén több helyi és környékbeli épület tervezésével írta bele magát a helyi építészettörténetbe. Itt a jelen alkalmon nem gondolnám, hogy végig kellene ezeket sorolni, a könyv az szépen végigveszi ezeket a terveket, és én inkább csak egy emléket említenék, ez a vízivárosban, a Pázmány Péter utcában, a Ferences kolostornak egy szárnyát mutatja, illetve ezt említenénk meg, ami szintén ilyen félköríves nagy ablakokkal hívja fel magára a figyelmet, illetve hát a bejáratnál finom kis gótikus utalásokat is látunk. Feigler Gusztáv munkásságáról ugyancsak ebben a könyvben olvashatnánk sokat. A kép a Balassa Múzeumban készült, és itt is megköszönöm a lehetőséget, hogy pár felvételt készítettem, és erről azokat mutathatunk be most ezen az estén. Feigler Gusztáv már a legképzettebb a három Feigler generáció között, a Feigler építészek között, itt a helyi szinten, hiszen Bécsben a politechnikum elvégzése után még az akadémián is egy évet elvégzett. Azon az akadémián, ahol magyar építészek több évet is eltölthettek akkor, hogyha úgy gondolták, hogy ők az építészettel magas szinten foglalkoznak, de aki építőmester, Baumeister címet akart megszerezni, annak elég volt egy év vagy pár tantárgy fölvétele, és így abszolválta ezt a tanulmányt. Nos, ő is egy évit járt Bécsbe az akadémiára, és aztán folytatta az apja munkásságát, itt Esztergomba is a nagyapja munkásságát. Bocsánat. És ami igazán emlékezetessé teszi az ő tevékenységüket, az nem csak az, hogy helyi építészekként és primási alkalmazottakként különböző épületeket felújítottak, helyreállítottak, esetleg építettek is és terveztek, hanem Feigler Gusztáv albumban is, két albumban is összegyűjtötte saját munkáit és azokat a munkákat, amelyek őt különösen érdeklik. Ez két olyan album, ami különbözik a Magyarországon található hasonló iskolai albumoktól, ott inkább a korabeli rajz tudásnak megfelelően ezek a tanulók a saját akkori munkáikat gyűjtötték össze. Feigler Gusztáv szinte az életére visszatekint ebben a két albumban, amelyek közül az egyik a Prímási Levéltárban található, a másik pedig a helyi sajátos intézmény történet hatására a Balassa Múzeumba került, és aki a kettőt együtt akarja látni, illetve meg akarja tekinteni a két múzeumban, külön-külön két intézményben kell ezt megtennie. És ebből az albumból vetítenék két-három képet csak. Az egyik mutatja az rajzkészségét, a későbbi leszármazott
Szalai Béla is a könyvében Felger Gusztáv rasztudását kiemeli a többiek közül. Mármint az édesapja és a nagyapja rasztudásához képest. És valóban lendületes és energikus rajzoló volt, pedig a festmény alapján egy szolid embernek tűnik. Persze a kettő nem zárjuk egymást. Itt egy metszet rajzot látunk a római Pantheonról, amelyet nem feltétlenül helyszínen készített, lehet, hogy csak egy ábrát kellett másolniuk Bécsben, de ezek már inkább egyéni elképzelései szerint épültek, és már utalnak az ő romantikus építészetére is, hiszen gótizáló elemeket találunk ezeken az épületeken, és már felfedezhetjük, hogy bizony itt is kicsit ilyen, nem is kicsit, tehát lőrésszerű elemeket alkalmaz, és kicsit várszerűek, bár ezek tulajdonképpen polgári építmények, hiszen látjuk, hogy itt alul üzleteket tervezett, de ez a várszerű építészethez lehetne sorolni talán ezeket a rajzait. Megfigyelhetjük, hogy kis mélyített korongokat alkalmaz, és hát szereti a homlokzatot, ezt a románikában, vagy romantikus stílusban jellegzetesen síkban tartott homlokzatot tagolni kis vájatokkal. Alsó szemre egy templomához készített több rajzot Felger Gusztáv, amely végülis nem került alkalmazásra. Tehát az épület nem épült meg abban az időben, de mutatja azt a fajta finomságot, ahogy ő kivitelezte a rajzait. Ez a finomság egyébként az édesapját is jellemzi, tehát hármójuk közül Felger Ferenc nagyapa, Felger János édesapa és Felger Gusztáv közül a számomra a legfinomabb rajzkészségű az inkább az édesapa Felger János. És korai rajzaiban még iskolásabb, vagy kezdeti időszakában ez jellemző még Felger Gusztávot is. Nagyon finom a színezése, és bármennyire hihetetlen ez ceruza rajz, csak természetesen kicsit kiszínezve. És hogy kicsit őt magát is jellemezzük, a helyi szinten talán a legfontosabb megbízatása lehetett, vagy az egyik volt a legfontosabb közül az, hogy a bazilika építésénél, amelyet Lippert József építész fejezett be, ő volt a kivitelező építész, és itt ezen az ábrán, ezen a rajzon felmérési rajzot készített a bazilika bejáratához, és itt az építészeti elemeket mérte fel, és írta fel az adatokat, majd pedig megfordította a lapot, és hirtelen felskiccelt, felvázolt egy épületet, ahogy ő egy romantikus épületet hirtelen elképzelt, és ez a szenvedély, ez benne volt. Ha pedig konkrétan az ő terveiről, illetve a vízivárosi terveiről szólunk, akkor elsősorban is a Wojciszynszki útra kell elmennünk, itt Esztergomban. Két épületet kell kiemelnünk a Wojciszynszki út házai közül, amelyek ebben a romantikus stílusban, a romantikus építészeti korszakban azért emelkednek ki, mert a gótikus elemeket jelenítik meg díszítő elemként, ami Esztergomban emlékezetem szerint máshol nem jellemző, ami ugye látható volt a Jópásztor kápolna, az már későbbi. És ebben a tömbben találhatjuk ezt a lakóházat is, hátul pedig mögött egy kék festőműveit. Valaki gondolhatná, hogy miért nem kapcsolódik ide ez az épület, vagy hasonlít, vagy jellegében lehetne hozzá kötni, de hogy minden kétséget eloszlassunk, ez az épület ugyanaz az épület, és egy 1800-as évek végi számlán látható, abban az épületben működött Kecskeméti János számláján, hogy akkor még így nézett ki, tehát biztosan nem 1860 körül épült, mint a másik két épület. Tehát itt a következőkben a Wimmer házról lesz szó, és a vízivárosi káptalanházról.
Erről az épületről tavaly volt lehetőségem egy kis kutatást folytatni, és ez meg is jelent egy tanulmánykötetben, és ez adta az apropót, a kezdő lökést ahhoz, hogy most ezen az estén önök elé álljak. Tehát most az előadás második felében kicsit majd erre az épületről jobban megemlékezünk. Először tehát tekintsünk jobban rá a Wimmer házra. Ez is egy káptalani épület tulajdonképpen, amely 1860 körül épült, de a kérdőjel azt szeretné jelezni itt, hogy nem bizonyítható egyelőre, hogy Fejér Gusztáv épülete, Fejér Gusztáv tervei alapján épült. A két épület közül, a két romantikus, gótizáló épület közül ez az, ami színvonalasabb, hiszen egy monumentálisabb épülettel állunk szemben, amely még azt is megengedi magának, hogy a monumentalitás kedvéért itt vakabb alakokat használjon. És nagyon szép gótikus halhólyag motívumokat alkalmaznak itt az emeleti és a földszinti ablakok fölött is. És igazából az emelet nem is annyira kap hangsúlyt, mint általában a főemeletek szoktak. A földszinten is megjelennek ugyanazok a díszítő elemek. Az erkély az, ami jobban kiemeli ezt a szintet, amely a kornak megfelelően vasráccsal készült. És itt sokan úgy ismerik ezt a házat, mint a zsidó csillagos ház. Valóban itt egy hatágú csillag található, ami egy díszítő motívum igazából. Itt a szeminárium épületének tervrajzai között is van olyan folyosó rajz, ahol egy folyosó ajtót ilyen motívummal dekoráltak volna, ami nem készült el, de mindesetre ennek közvetlen jelentőséget nem kell tulajdonítani ebben a korszakban. Ha megnézzük ezt a középső részt, ezt a rizalitot, akkor viszont a Fejgler albumok egyikében, a Primási palotában, a Primási levéltáron található Fejgler albumban találunk hasonló megoldásokat, mint az itteni motívumok. Ami jobban szemrevételezhető, az ez a korong megoldás itt, viszont az eredetiben látszik, hogy nem csak itt ez a profil megoldás tér el az ablak valóságos kivitelezett megoldásától, ami még nem jelentene sok mindent, de igazából ezek körbe vannak lukaszgatva, tehát tulajdonképpen ez egy sablon, amit az építőmesterek a kifaragáskor vagy az öntéskor, tehát lényeg az, hogy a kivitelezéskor használtak. És mivel ez egy kisebb megoldás, kisebb korong, mint a fenti vagy akár a lenti korong itt az épületen, ezért biztos, hogy nem ide készült. És itt láttam a hallgatóság között Karácsony Tamás építész urat is. Ő az, aki a Vízivárosban a Mayer ház jelenkori terveit kidolgozta, és tanulmányozta a korabeli Fejgler terveket az épülethez, és ő fűzte hozzá azt a megjegyzését, hogy ez az elem azon az épületen van, tehát tulajdonképpen ez a motívum ahhoz készült. Amit viszont lent találunk, az eléggé hasonlít akár fent vagy lent látható ablak megoldáshoz. Viszont egy terv alapján még nem lehet eldönteni, még ha feltételezzük is azt, hogy ezt Fejgler Gusztáv tervezte vagy rajzolta. Egy ilyen részlet alapján nem lehet azt mondani, hogy ez valóban az ő alkotása lenne. Sőt, lehetséges akár az is, hogy megtetszett ez az épület, és lerajzolta és betette az albumába, mint egy későbbi motívumot. Ugye szó volt a főhomokzatnál ezektől a vas elemekről. Itt egy sárkányt látunk, egy ilyen keveréklényt pontosabban. És Ball András úr jó voltából befényképezhettem ide az ő 1984-es esztergomi albumából azt a képet, amely az állítólag az épületnek a lépcsőházat mutatja, még az akkori
korláttal. Viszont a mostan helyszínen járva, ha megfigyeljük ezt az építészeti részt, tehát a lépcsőházat, akkor úgy tűnik, hogy ez a felvétel nem itt készült. Rákérdeztem Balla Andrásra, és azt mondta, hogy sajnos a nyomdából nem kapta vissza ezeket a képeket annak idején. Ott lehetne a hátoldalán meglátni, hogy melyik felvétele hova készült, mert felírta rá. Minden esetre, hogyha jelenkori állapotot nézzük szörnyűködve, akkor látjuk, hogy ez a felvétel valószínűleg másik épülethez készült. Ha valaki tudja, hogy hol, én sem tudom, akkor örömmel várom az információkat. Sajnos az épületek kilakoltatása vagy kiürítése után síralmas állapotban van. Ami kilakoltatás mondjuk indokolt az, hogy már előtte is életveszélyessé vált a lakhatás szempontjából. Mint látjuk, a lépcsőházban már a korlátnak nyoma sincs. Fönt az emeleten egy kis csonkot találtam csak belőle. Viszont az megfigyelhető az előző képhez képest, ahol a lépcső mellett találjuk ezt a korlátot, úgy van odafogva, hogy itt a lépcsőbe helyezték. Tehát az a felvétel az előző, bár úgy írja, hogy ehhez az épülethez szól ez a kép, ez valószínűleg akkor máshol készült. Úgyhogy egyelőre ennek a korlátnak hűlt helye, sőt, akkor az albumban sincs róla kép. És sajnos így néz ki jelenleg az emeleti rész, a folyosó. Persze nem nézne így ki, hogyha nem verték volna le vakulat, itt látszik, hogy ezt módszeresen tüntették el innét. Soványú az, hogy tanulmányozható a korabeli vegyes falazás, de a lépcsőház felé például az ereszt annyira átütődött, vagy átgyengült, hogy ott már át lehet látni, és szakad le, tehát életveszélyes az épület valóban most már mindenképpen. Ha egy kicsit inkább kimegyünk az utcára, akkor a szomszéd épületnél, aminek még a homlokzata áll, és belül is jobb állapotban van, szintén gótikus elemeket látunk, és itt is megtaláljuk azt a megoldást, hogy egy vak ajtó, vak kapu díszíti ezt az épületet. Ez már nem festve van, mint a bibliotékánál, hanem fából készítették. És az épület tervei majd megmutatják, hogy tulajdonképpen a díszítés miatt tették ide ezt a kaput, mert a korábbi terveken is megvolt ez az ajtónyílás, és a szimmetria érdekében tették ide ezt a kapu megoldást. Viszont megfigyelhetjük, hogy ugyancsak inkább a széttagoltság, vagy a középtengelyhez képest az oldalra tagolódás, az oldalsorrészek hangsúlyozása a fontos. Fali fülkék tűnnek fel itt az emeleten, és ugye az ajtók is kicsit oldalsó tengelybe állnak a szimmetria tengelyhez képest. Sajátos megoldás, hogy ezek a gótizáló Tudor motívumok, ezek úgy kerülnek az ablak fölé, hogy közben még vannak ilyen díszítő elemek is. Viszont a romantikára jellemző síkszerűséget, hogyha az épülethez közel lépünk, akkor tulajdonképpen az építészeti megoldások vaskossága az kicsit megmozgatja. Tehát érdemes arra sétálva egy kicsit megállni és ránézni, akár az ablakra vagy az ajtóra, mélyítettek ezek a nyílások, és elég markánsan kiugranak az ablak, vagy a homlokzat síkja elé. Sajnos a tetőszerkezet az kérdéses, hogy meddig bírja még a terhelést, pontosan az esővizet, mert bent az udvaron a cserepek már az elalakú épület két szárnyának találkozásánál már nincsenek a helyükön. Egy szép terrakotta szobrot látunk, ugyanúgy, mint a lövész egylet épületénél, tehát egy égetett agyagszobrot, ahol egy Madonna kompozíció
tűnik fel. Érdekesség az, hogy ennél az elemnél különböző díszítések találkoznak, tehát ezt a szép fali fülkét vajon miért kell egy ilyen szögletes szemöldök díszsel, hát hogy mondjam, tovább díszíteni. És egy másfajta elem ez a konzol. Hogy a szobor maga ide készült-e, ez kérdéses, bár a talpazata az megtartja ezt a posztames alakzatot, viszont ha megnézzük, akkor kicsit kisebb, mint maga a fülke. Nem is biztos, hogy ezekben a fülkékben voltak szobrok, de különböző korokban készült fényképeken megnézve látszik, hogy például az 50-es években ez a szobor, ami most a főbejárat fölött van, vagy a főbejárathoz közeli fülkében, ez a másik oldalon volt. Az épület felújítása során többször fölmerült, hogy esetleg ezt a szobrot ki kéne egészíteni egy másikkal, hogy ne csak egy fülkében legyen valaki. Viszont ami ugyancsak megfontolandó, hogy vajon ez a szobor ide készült-e, az azért az, hogy Mária szobrok vagy Madonna szobrok általában nem szoktak párosával állni. Tehát egy Madonna kompozíció az egy ilyen összetett együttesben az általában középen áll, és nem párban egy másik szoborral. Tehát egyáltalán már az is kérdéses, hogy mit lehetne párként mellé választani. De ez is talán azt támasztja alá, hogy nem ide készült, és a stílusa is eltér, ahogy Cséfalvi Pál atya leírta az esztergomi épület szobrászati vagy szobrászati könyvben, ez inkább egy neoreneszánsz finom kis szobor, ami pont a finomsága miatt nem is egy ilyen homokzatra való igazából, hanem lehet, hogy egy intimebb térbe, szerintem. Az épület lépcsőháza megőrződött a 19. századi állapotában, megmaradtak ezek az üvegablakok, de hogyha betekintünk az épületbe és a lépcsőházat egy kicsit más oldalról nézzük meg, akkor kicsit merevnek látjuk a lépcsők vezetését, és már ez is sugal valamit abból, hogy ez lehet, hogy csak egy kiegészítés, vagy egy átépítés eredménye, bár 19. századi. Természetesen a korlátok azok későbbiek is elcsúfítják itt a teret, de valamiért itt az a vasszerkezet még megmaradt. És hogyha az épülethez kapcsolódó Feigler terveket tekintjük át, illetve azokat a terveket, amik ezekről szólnak, akkor ugyancsak sajátos kettősséggel találkozunk. Van egy felmérési rajz, ami az épületről szólt, amit Feigler Gusztáv maga szignált is, itt Baumeister még meg is adja maga titulusát. És itt látható, hogy az épület egy U alakú megoldásról épült, bár aztán szépen körbe is épült, de itt egy éles vonal elválasztja, hogy ezek inkább gazdasági épületek. Ez a földszintet mutatja, itt látszik a bejárat, és még csak ilyen kis rövid szakaszban kis folyosó csatlakozik az első traktushoz, a fő utcai részhez. Ezt a két tervet, tehát a földszintit és az emeletit szignálta Feigler Gusztáv, tehát ez az ő műve, és hát jellegzetessége, hogy nem csak albumokba ragasztotta, és aztán átírta, és kiegészítette, vagy újabb jegyzetekkel látta le rajzait, hanem itt is ugye itt is egy más funkciót is betöltő lapot használt, amelyre később aztán számításokat is végzett. Tehát felhasznált minden egyes cetlit mindenféle célra. Ami azt jelenti, hogy ez természetesen nem egy reprezentatív terv, ez csak egy felmérési rajz, ebből nyilván lett egy tisztázat is. Hogyha két tervet nézzünk még, ami szintén a primási levéltárban megőrződött erről az épületről. Akkor itt viszont ezeket már ő nem szignálta, illetve nincs rajtuk aláírás. Az írás kép alapján ez a faszát, tehát homlokzat
felirat, illetve a többi feliratok azok egyértelműsítik, hogy ő maga írta ezeket. De ilyen esetben például itt ezek más ceruzával, és akár későbbi feliratok is lehetnek. De a stílus alapján távolról talán mondhatnánk azt, hogy ezek fejegyszerű rajzok. Viszont még ez ugye egy szintén össze-vissza telefirkált rajz, különböző jegyzetekkel és egyéb feliratokkal látták el. Ez egy vásonra kasírozott darab, amely talán bemutatásra készült, tehát valaki egy megrendelő számára készülhetett ez a rajz. Aztán később sajnos porréteget is kapott. Feltűnő rajta, hogy ez a falfülke, ez kapna ugyan itt a tetején valami díszítést, de ez itt nagyon ügyetlenül van kivitelezve és elképzelve. A konzol is más, kis részlet tekintetében is mások a megoldások, itt nincs például díszítés. Tehát egyelőre az építész próbálkozik a tervel, kicsit följebb is rajzolja, hogy hát, ha így lehetne jó a megoldás. Viszont, hogyha megnézzük a következő tervet, akkor találunk egy olyan rajzot, ami jobban mutatja a Felger Gusztávról jellemző motívumokat. Ez a két rajz, ami mellette található, ez az épület átalakításához készült. Különböző színeket találunk, a fekete jelző természetesen a meglévő falakat, és a vörös pedig az átépítéseket. És amint előbb említettem, itt ez a kis folyosó rész, ez itt már kibővült, és ez az U-alak jobban telítődött, és az építész ezt a udvari falsíkot kijebb léptette, és ezáltal a lépcsőháznak nagyobb helye lett. Ami lépcsőház korában még itt a főbejárattól jobbra állt, azt áttette ide balra, és egy reprezentatívabb helység keletkezett. Ennek az építésnek épületnek a kutatását és ezeket a terveknek az azonosítását nagyban elősegítette, hogy bármennyire is tervezője volt, vagy nem volt Felger Gusztáv, de az ő írásával feljegyezte ő maga, hogy kik lakták ezt az épületet, így aztán a kanonokok konzisztoriális, tehát ülési kanonok káptalani jegyzőkönyveiből ki lehetett deríteni, hogy az adott forgács kanonok és utódja az körülbelül mikor lakta, és ezáltal el lehetett képzelni időben, és el lehet helyezni ezt az épületet jobban. És ami egy sajátossága ezeknek a terveknek, hogy míg ez az átépítési két emeleti, tehát földszinti és emeleti rajz ezt az állapotot mutatja, tehát megvan a falfülkéknek a helye, bocsánat, csak az emeletem természetesen, addig az a rajz, ami stílusában sokkal jobban köthető Felger Gusztávhoz, az nem ezekhez a rajzokhoz készült. Mik is ezek a motívumok? A falsíkot itt is finom vonalkázással díszíti, megjelenek a kettős ablakok, ami ugyancsak jellemző Felger Gusztávra. És hogy tulajdonképpen mégis ez került bemutatásra, aztán inkább annak lehet tudható, hogy a megrendelő egy ilyenfajta gótizáló megoldást akart. A rajz fölött látható megjegyzés is, hogy részben már megváltoztatott rajzról van szó, ez talán inkább azt jelenti, hogy ő maga képzelte ezt így, és a megrendelő egy másik fajta elképzelést közölt vele, és egyszerűen akkor át kellett tervezni az épületet. De nem csak ezek a nútolások, ezek a vájatok jellemzik az épületet, de szintén Feglerre jellemző az, hogy ilyen geometrikus formákból építkezik. És mégis úgy tekinthetjük, hogy ez a rá kevésbé jellemző terv is az ő kezéből származik. Nehéz beilleszteni az ő munkásságába, életművébe,
de úgy tűnik, hogy ez az épület Fejér Gusztáv alkotása. Hogy mikor épült tulajdonképpen ki ez a fajta megoldás, azt az ennek a sorozatnak háttérül szolgáló Hubert Zattler képből is megtapasztalhatjuk. Ugyanis az előző ábrákon is láthattuk, az előző rajzokon is, hogy ez a fajta főhomlokzati megoldás és a színek által jelzett megoldás egyidejű azzal, hogy az udvar felé is bővül ez az épület. Ami persze nem jelenti azt, hogy ez egyszer meg is valósult, de a tervek egykorúak, és 1858 volt az az idő, az az év, amikor ez az épület káptalani tulajdonba került, és valószínűleg ekkor történt meg ez az átalakítás volt. A káptalani jegyzőkönyvek aztán, hogy a Forgács házat azonosítani lehetett a felirat alapján, tehát a káptalani jegyzőkönyvekből kiderült, hogy kisebb átalakítások után még 1876-ban volt egy jelentősebb átépítés, de mivel már 58-ban a terveken jelezve vannak ezek a változtatások, valószínűleg ez a fajta kiépítés már akkor megtörtént. És hogy ez valóban így van, és hogy nem 76-ban volt ez a változtatás, az a Hubert Zattler féle képen tanulmányozható, ugyanis ő maga elég részletgazdagon festette meg Esztergomot. Ugye egy másik képe ismert a tízezresünk hátoldalán, a Duna felől látjuk rajta a vízibáron a Primási palotát és a bazilikát, itt pedig a Szent Tamás hegyről festette meg a fő templomot. Ez a kép ugyancsak a Keresztény Múzeum tulajdona, bár most a zöld szalomban található, tudomásom szerint a palotában. Tehát ezen a festményen, ennek egy részletén látjuk ezt az épületet, a Varsizsinszki út 24-es számú házat tehát, hogy ez a Tudor megoldás, ez a szögletes szemöldök díszítés, ez megjelenik. Bár nem úgy, mint ahogy a terveken láttuk, és most a valóságban. Tehát itt hiányzik a szemöldök alól az a kis díszítés, itt nem ablaknak kellene lenni, hanem annak a fali fülkének. Lehet, hogy a rajzok voltak pontatlanok, amiket esetleg a festményhez készített, vagy ez a részlet eleve egy árnyékos, jelentéktelen rész, és tulajdonképpen inkább csak a főmotívumokat akarta Zattler kiemelni, és ezért nem részletezte annyira az épületet, de ez a szemöldökgerenda megoldás, vagy szemöldök díszítés megoldás, ez mutatja, hogy 1873-ra ez a megoldás már megvalósult, tehát mindezek után, és mindezeket így összevéve, akkor elmondhatjuk, hogy a Kanonokház, illetve ez a Káptalanház itt Vízivárosban, ez 1858-ban kaphatta meg ezt az alakját, ahogy ma látható. És hogy emlékeztessük magunkat, vagy emlékeztessem önöket, hogy már a Fejgler albumban is voltak hasonló megoldások, itt is a vászerű építészetként megjelenő emeletes, sőt két emeletes épületeken megtalálhatók ezek a díszítő elemek, bár inkább itt a korongot használja. De megjelenik ez a fajta szögletes díszítő elem itt is. Ha pedig tovább sétálunk a Pázmány Péter utcában, a Vízivárosban, akkor ott, ahol most az óvoda áll az utcában, és elég kevés helyünk van ahhoz, hogy körülnézzünk, mert sok az autó, de minden esetre a Pázmány Péter utca 14-es számú háznál történt az a fajta bővítés, ami a 19. században a korábbi állapotokhoz képest mostan szűknek tűnő állapotot eredményezte, de korábban még szűkebb volt, és szekereket is megállásra késztette ez a szűk utca. Ekkor 1865-ben valósult meg az, hogy két szomszédos ház, a Pázmány Péter utca 12-es ház és a 14-es a helyi szabályozásnak megfelelően hát bontásra került. Épp azért, hogy a forgalom aztán szabályosabb legyen az utcán belül.
Itt tehát két épületről van szó, ezzel ennek terveinek kivitelezésével Feigler Gusztávot bízták meg, itt látható is a szignója. És ő azt a fajta megoldást választotta, hogy a Mayer háznál, aki Wilhelm Mayer egy primási borbé volt, meghagyva az utcai homlokzaton az eredetileg udvari falat, az épületet hát innét elplaníroztatta, de viszont hátul épültette fel, így az udvar az összeszűkült a korábbi udvarhoz képest, és egy kis udvarocska keletkezett csak, de minden esetre egy falat megmentettek, és belül épült meg a ház maga olyan módon, hogy kapott egy bejáratot maga a lakórész, és aztán a borbé műhely is, vagy hát a borbé helységek is. És a másik épület, ami mellette állt, az a Lenzház, amely a világháborúban, második világháborúban pusztult el, de éppen a mezei antikvárium, vagyis hát a Laskai Antikvárium által kiadott könyvben, a Körösi László féle könyvben, az 1887-es állapotokat látva, ott egy fényképen láthatjuk ezt az épületet így emeletesként kicsit kiugrani a többiek közül. Tehát az épület megépült, de csak így mellékesen említem, mert már nem áll. De itt is tanulmányozhatjuk Feigler Gusztáv kedvelt motivumait, ezeket a négyszögletes sarkára állított négyszögeket, illetve ezt a fajta tört szemöldök díszítést, és megjelennek a kettős ablakok. És amit ma is látunk, az pedig a 14-es számú ház, a Mayer ház, ahol a mostani átépítés során előkerült a másik bejárat is, és bár lassan halad az építkezés, de az építész Karácsony Tamás utána járt a Feigler albumokban a terveknek, és megpróbálják az eredeti állapotokat rekonstruálni. Így itt is megtalálhatjuk a kettős ablakokat. Ahogy ez a terveken is megvan. Bár volt egy olyan elképzelés is, hogy ezek az ablakok végigvonuljanak, és a bejárat az a kis közből legyen, az Óda utca felől. És itt is látjuk, hogy mennyire díszítettek is voltak tulajdonképpen ezek az ablakok. Itt szintén ilyen geometrikus formákat látunk. És így az előadás vége felé még két épületet emelnék ki, amelyek eddig kevésbé voltak így a figyelem középpontjában, de több mint valószínű, hogy Feigler Gusztáv építő munkásságát dicsérik. Az egyik az az előbb említett Balcsicsinszky 22 és 24 számú házzal szemközti 45-ös számú ház, a Blessel ház. Mivel ennek nincs védettsége műemléki szinten, ezért tervei nem találhatók meg Pesten a Forster központban, a Műemlékvédelmi Hivatalban. De stíluselemek alapján látjuk, hogy itt is megjelennek ezek a motívumok, amelyek Feigler Gusztáv kedvenc motívumai voltak. Például ez a korong megoldás, vagy ezek a vájatok itt a homlokzaton. És ami elég különös, hogy a díszítésül még kőelemeket is használ, bár éppen már a klasszicizmusban is egy időben már szinte idejét múltnak tűnt, majd aztán a század végén a historizmus nyúl vissza majd a kő használatához, de ilyenfajta sík megoldások ritkák és különös, szinte koronázó elemekként tűnnek itt fel. A lépcsőháza is megmaradt az eredetiben, sőt, mivel lakják, ezért a korlátok is láthatók, de ezek a korlátok mások, mint Ball András korlátjai a könyvből. És hogyha megnézzük a Balassa Múzeumban található Feigler albumot, akkor Feigler Gusztáv rajzai közül látunk hasonlóakat. Itt van egy ilyen ötszög alak, és itt, ami inkább az ajtó fölött, a kapu fölött látható. De ezek alapján
és hogy itt tulajdonképpen Fejre Gusztáv maga is lakott, eléggé valószínűsíthető, hogy ezek a tervek az ő rajzai alapján készültek, és az a ház az ő elképzelését tükrözi. És végül pedig a József Attila térre megyünk, a biblioteka mögött található egy épület, ahol egy 1873-as tervaj szerint szintén Fejér Gusztáv lakott, vagy legalábbis ezt birtokolta. Szalai Béla könyvében szintén megemlékezik erről az épületről, és ennek homlokzati elemei ugyan úgy tűnik, emlékezetem szerint, hogy csak nemrég kerültek vissza, tehát egy átlagos épületként állt ez pár évvel ezelőttig, amikor felújították, de valószínűleg eredeti terveket használhattak a felújításkor. Itt is megjelennek ezek a kettős ablakok, és ezek a vájatok a homlokzaton, és egy korabeli Fejér Gusztáv tervrajzot mutatok, ami kicsit hasonló ehhez. Egenhonferéknek sok házuk volt a városban, tehát Szalai Béláék sem tudták a Fejér kötetben azonosítani, hogy ez pontosan hova készült ez a rajz, de a motívumok azok itt is jellegzetesen Fejér Gusztáv motívumok, és hát hasonlóak, és eléggé bizonyító erővel meghatározzák, hogy ez az épület is több mint valószínűleg Fejér Gusztáv tervei szerint épült. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és remélem, hogyha a városban járnak és az épületekre tekintenek, amelyekről itt most szó volt, egy kicsit más szemmel nézik, és értőbben fogják tekinteni városunk épített örökségét. Köszönöm szépen még egyszer. Nagyon szépen köszönjük az előadást. Előadáshoz kapcsolódó szakirodalommal készültünk, csak úgy, mint korábban helytörténeti kiadványokat hoztunk. Most ezek között konkrétan a fejglerekről szóló könyv, ami ráadásul saját kiadás, az Antikvárium kiadásában jelent meg, kapható, amit a Fejgler családnak egy kései leszármazott, a Szalai Béla írt, aki egyébként a következő előadásunknak lesz az előadója. De ugyanígy kapható a kinti folyosón lévő könyves asztalkánál Prokop Jánosról szóló könyv is, amit pedig Prokop Mária néni írt, aki meg már volt korábban előadónk. Kettejük között vitafórumot nem szerveztünk, bár vannak vitatott épületek, amit Prokopnak is, meg Fejglernek is tulajdonítanak, de hát Mária néni temperamentumát ismerve esélytelen lenne a Fejglereknek ez a vita. No, a következő előadásunk az tehát május 27-én lesz, ugyanitt, akkor a Fejgler leszármazott Szalai Béla fog előadást tartani régi esztergomi metszetekről. 16-18. Századi esztergomi metszetek, vetített képes előadás, amire meghívókat a székeken találhatták, erre szeretettel várjuk Önöket. Ez lesz ennek a fél évnek az utolsó előadása, tehát az a 27-ei. Ellenben szeptembertől szándékozunk folytatni, remélhetőleg a nyár folyamán összeáll a következő fél éves program, amiről aki e-mailben szokott kapni értesítést, az természetesen ezután is meg fogja kapni. Aki véletlenszerűen szerez tudomást az előadásokról, azt kérném, hogy a könyves asztalnál, a feleségemnél lehetőleg e-mail címet vagy más elérhetőséget hagyjon, hogyha szeretne meghívót kapni. És nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és további szép estét kívánok!